nem állhatsz bele közvetlenül elé, mert akkor nem látsz semmit. Egy rövid jelmondata a háznak, egy ott sok közül, hogy megtartjuk a rendet, mert a rend is megtart bennünket. Fontos szavakat írtak ide fel, mint jóság, boldogság, bocsáss meg. Szóval ezek azok a fogalmak, amelyek mentén élünk. Egyébként egészen karácsonyig két fogalommal foglalkozunk, a kérem szépen és a köszönöm szépen. És gondolom, hogy a kérés az nagyon-nagyon fontos, hogy tanuljunk meg kérni. Tulajdonképpen, amikor kérek, ez egy együttműködés kezdeményezek, nem? Hogyne. Egy együttműködést, és ez nagyon-nagyon fontos, hogy szépen ennek a viselkedés repertoáját, az illem szabályait, magának a kérésnek a lelkületét megtanulják a gyermekek. Keresztény emberként ez nagyon-nagyon fontos. Hát én a saját munkámban láttam, amikor kezdtem dolgozni, hogy hányan álltak a munkám mellé, sajtóból, szervezők, menedzserek, és a legtöbb esetben egy forintot nem fogadtak el, mert azt látták, hogy fiatal srác igyekszik, akarja csinálni, amit csinál, és ez az egész ez ezen alakult, hogy azt mertem mondani, hogy kérem, és van ebben a kérjetek és megadatikban valami, mert ha az ember kér, akkor nagyon sokszor lehet, hogy nem pont abban a formában, én is tapasztalom, nem pont abban a formában, mint amire az ember elsőként gondol, de ott van. És aztán utána meg majd biztos jönnek a hála, és ilyen szavak erre a falra előbb-utóbb, mert amiért meg én itt vagyok, az meg a hála. Sose fogom tudni megadni azoknak az embereknek azokat a szívességeket, akiknek tartozom vele. De azt gondolom, hogy az életrendje az, hogyha lefelé utána az ember a következő generációnak továbbadja, és ezért vagyunk most itt. Szép szobát ott van, de jó, ti rajzoltátok? Igen, ez még régóta készülnek. Hát én a szűk látókörömmel csak annyit tudtam, hogy enni kell. És ezért indítottuk azt a kampányt, hogy vigyen egy plakátot, küldjön egy reggelit, hogy a régi hangversenyeinknek a plakátjait lehetett elvinni, dedikálva, és azt mondtuk a kedves koncert részvevőknek, hogy kb. 200 forintból meg tudunk elkeviztetni egy erdélyi kisgyereket, úgyhogy adakozzanak, hogyha van kedvük. Hát senki nem 200-at adott, hanem mindenki többet. És hát elég sok pénz összegyűlt elő. És amikor beszéltem a Tiborral, hogy is legyen ez, azt mondta, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem az éppen olyan fontos, hogy a lelkünket tápáljuk. Úgyhogy Tibor, a hallgatóinktól fogadj nagy szeretettel, vagy fogadjátok nagy szeretettel, és folytassátok ezt a munkát. Köszönjük. Mert ezt azok az emberek tették lehetővé, akik ott voltak a koncertjeimen, és olyan szeretettel adták, hogy nehéz azt szavakba foglalni. Hála Istennek, hogy a Gergőik jó voltából, azt gondolom nem lesz akadály annak, hogy elmenjetek Gyímesbe tánztáborok, és tényleg szeretettel biztatok, hogy kapcsolatok ki az ének a dal mellett, és tényleg ahányszor lehet szervezünk táborokat, hogy rövid ez a gyerekkor, hogy hátha nem hiába telik el. Én azt gondolom, hogy aki szép szeretettel a szépet, a zenét szereti, hát hogy tulajdonképpen a szép dolgok általában szép dolgokat szülnek. Ez nagyon-nagyon nagy dolog, hogy végül is úgy gondolom, hogy a zene nem attól létezik, hogy valaki valamikor egy adott történelmi korban megírta azt, és kifejezte a gondolatait, az érzés világát, hanem attól létezik, hogy te gyakorlatilag megszólaltatod, újjáteremted ezt a zenét. A zenéd, a te tevékenységed, életed teremtő ereje sugárzott ki ide is, hogy lehetővé válik a szépből szép születve, dal születik itt is közel 1000 kilométer távolságban, hogy a gyermekek tényleg nap mint nap énekelnek. Összetörtem a ruhámat, összetörtem a változtét.
Csirájmmel itt vagyunk hárman, lassan 9 éve nevelkedik itt a Szent Ferenc Alapítványnál. A mostani énekóra nekem ugye kicsit segített, mert reggel nem úgy ébredtem, de most jobban érzem magam. Nagyon szeretek itt lenni a házban, lassan a 7 éve vagyunk itt. 10 éve vagyok itt a háznál, és van 3 nővérem. Van 7 testvérem, amiből két kisöcsém és a húgommal együtt itt élünk a gyermekvédelmi központban már 6 éve, és nagyon szeretek itt lenni. Sokatoknak van sok testvére, nekem is van 3. Hogy élitek meg? Jó ilyen nagy csapatban? Család az, ahol az emberek elkötelezetten szeretik egymást. Igen. És együvé tartozunk, egy életterünk van, egy az asztalunk, és nagyon fontosnak érezzük, hogy hát azt a családot, ami valamilyen oknál fogva sérült, vagy nem létezik, próbáljuk meg hát újra létrehozni a magunk módján, eszközeivel. Mindenképp a legfontosabb tényező az itt lévő családok életében, hogy szeressük egymást. Ez a lényeg. Lehullott a fehér rózsa levele, gyönge vagyok rózsám a szerelemre, gyönge vagyok szerelmedet leírni, a szíveddel helyd, de szíved cserélni. Akkor a szív, amit itt látok bennetek, elképesztő. És hogy ha azt gondolnátok, hogy én csak az orgonán zenélek, van egy fiam, és ő is népdalokra alszik el mindig. Amikor én altatom, akkor van egy-két olyan, az a régi stílusú népdal, ami olyan lefelé lejtős, például a Vidrócki híres nyája, vagy a Dunaparton van egy malom, amelyikre, hát ahogy megfigyeltem, olyan könnyű. Például ugye a Vidrócki híres nyája folyamatosan esik lefelé a dal, úgy szól valahogy, hogy a Vidrócki híres nyája, csörög morog a Mátrába, csörög morog a Mátrába, mert Vidróckit nem találja. Lassan minden együtt áll ahhoz, hogy kitörölhetetlen módon itt az ének és a jókedv jelen legyen közöttünk. Köszönöm szépen, hogy találkoztunk.